Boldogan hallgattam mindazt, amit a kollégáim, Hector asszony, tanárnő, igazgató urak mondtak, mert egy álom vált valóra, és itt még egy pillanatra versenyért időznék el. Mondom, nagyon-nagyon boldogan egy olyan álom vált valóra, amiről művésznővel, tanárnővel évekkel ezelőtt már beszélgettünk, hogy milyen jó lenne, hogyha a Szemetetőn ezt meg tudná valósítani. És aztán a rektor koromban szembesültem azzal a kulcsos fizikai helyzettel, hogy van egy oktatási intézmény, amelynek sok minden máshoz is lehetne köze, például a nemzetközi zenei versenyekhez, de mégis az versenyeket egy külső szervező, régen az Országos Filharmónia, aztán később a Filharmónia is itt van, rendezi a Zeneakadémiát. Persze a Zeneakadémia közleműködött szakmai értelemben, szakmai partnerként, de a Zeneakadémia maga, hát mondjuk így nem volt képes nagyon sokáig egy méltó verseny megrendezni. És most, amikor az ember hallja ezt a profizmust valóban, hogy ezt előkészítették minden szempontból, hát örömmel állapítja meg, hogy a Zeneakadémia képes most már. És én azt remélem, hogy a jövőben még néhány olyan fontos versenyt sikerül a Zeneakadémia megjegyezni, ami a világban körbe mehet, hiszen a mi múltunk, zeneakadémistáknak a múltja fantasztikus. Egy-egy ilyen verseny, az hihetetlen módon tudja reprezentálni ezt a múltat. Tehát éberen tartja ezt a múltat, akár Bartók nevében, rendezünk a Liszt nevében, vagy Kodály nevében, vagy Martonika nevében, hiszen ő sem csak önmagát hordozza, hanem mindazt a tradíciót és tudást, amit részben kapott Magyarországon. Nem is feltétlenül csak a tanárai révén, hanem egy Bartók révén, egy Kodály révén, hogy Kodály még ismerhette, Bartókot nem ismerhette személyesen, Liszt révén, tehát akik az ő életében konstant szerepet játszottak. A könyvben valahol elő is kerül ez, hogy fiatal vagy a tavasz korában a szobájának a falán volt egy poszter, ugye valami neveznék, és ezen egy könyvét, és azon hát nem a mondjuk az akkori popsztárok, mitiszerítes tagjai, akik azokat ugyancsak klasszikussá váltak persze, hanem Bartók Béla, történetesen Bartók Béla szerepelt, Bartók Béla láthatta, tehát minden egy olyan nem kellett akkor Bartók Béla. És hát aztán később ugye ő lett a világ egyik legcsodálatosabb Juditja. No, de visszatérve a könyvre, ugye ez is egy régi terv, és a művésznőnek a kerek születésnapja adott aztán egy elhatározó lökést, hogy keressünk egy méltó kiadót ahhoz az nagyon-nagyon nagy anyaghoz, amely nyilván a művésznőnek férje, dr. Martó Zoltán archivált. Keressünk ehhez az anyaghoz, és ez a kivételes életpályához egy méltó kiadó, amit a Helikon kiadóban meg is találtuk. Egyébként ennek is zeneakadémiai kapcsolata van, hiszen a Helikon kiadóban jó néhány könyvet adtunk még korábban közösen ki a Zeneakadémia kincsei és értékeivel kapcsolatban. Úgyhogy így keletkezett ez a szép könyv, és ezzel párhuzamosan érdeklődés mutatkozott Berlinből egy olyan kiadótól, amely énekesek, többek között énekesekkel, nagy énekesekkel ad ki ilyen riport, interjú köteleket, az a Pártász kiadó volt, és ebben, hogy ez a kiadó érdeklődést mutasson, hát ilyen részben művésznőnek az óriási németországi karrierje is hatalmas szerepet játszott, részben pedig egy kiváló énekes kollégánk, német énekes kollégánk, Johannes von Duisburg, aki itt ül közöttünk, bizonyos ideig a Zeneakadémián is, oktatott, imádja a magyarokat, szerepelt már az Operaháznak is a színpadán, és hát elkötelezettje Martó Évának, úgyhogy Johannes von Duisburg, és azt tudjuk, hogy mit használunk, de ez a beciú minden felvág. Erlédik használunk, und az igen, mi ez a buhás, de egy kind betrajt. Úgyhogy így keletkezett, és a sorsnak a különös kegyelme folytán a két könyv szinte egyszerre jelent meg párhuzamosan. Az egyik, mind a kettőnek más a címe, természetesen a szöveg hasonló, ugye hazudnék azt, hogy most a kétszer írtam meg
ugyanarról a hőstőről a könyvet, de azért az egyik, hát természetesen, ugye az egyik az ugye azért inkább egyfajta magyaros akcentust tartalmaz, a másik pedig talán jobban megszólítja a német közönséget. Nagy különbség van a képanyagban, egyébként nagyon gazdag a képanyag. Itt ugye némi sovinizmussal azt kell mondjam, hogy a magyar könyvnek sokkal gazdagabb a képanyag, mint a német könyvnek, ugye a kiállítása is, hát mondjuk így elegánsabb, de mind a kettőnek megvan a maga előnye. Az egyiknek a címe a magyaré az, hogy a mennyei hang, amit a Dongdágos híres helyéről vettem, azt is amit csinálja, amikor az eredetek tégeri, akkor ott egy nagyon szép magas szoprán hang énekel, és hát mindegy aranyozza az egész döbbenetes erejű jelenetet egyébként, amit egyébként a fiatal Marton Éva énekelt, és aztán később ez a karmester, aki vezér Magyarországon, még van a Görög Avacinik, egy szartán San Francisco-i előadáson, amikor megjelent éppen már nagy Wagner hőstörő szerepében, akkor úgy mutattak, hogy azért mindig jobban tudja, jobban ismeri magát, mint én, ami egyébként furcsa, mert általában az életrajzírók jobban szokták ismerni a tárgyukat, mint maguk.